Az októberi képviselő testületi ülésen döntöttek arról, hogy az energetikai fejlesztések miatt leselejtezett nyilázzárókat a kárpátaljai település Beregszáz kapja. Az ajándékot a testvértelepülés ma elszállította és hamarosan új helyen funkcionálnak. Huszár Péter a Beregszászi Városi Tanács képviselője azt mondja, épp jókor jött a felajánlás. Az egyik plébániánkban is most van nagy felújítás, ott is 30-40 éves ablakok voltak, tehát a fűtési rendszer korszerűsítése mellett nagyon jó, hogy az ablakok is ajtók is ki lesznek cserélve. Ezen kívül egy iskolában és egy óvodában is, a, mi a méretek, ahogy a méretek engedik, azokat fogjuk cserélni. Színyei András alpolgármester elmondta, a testvértelepülés komoly problémákkal küzd, így ezzel az ajándékkal is szerettek volna segítséget nyújtani számukra. Megismerve az ottani viszonyokat és a hazai sajtóból is tudjuk, hogy nagyon nehéz körülmények között élnek, a kárpátaljai magyarok, és ez az intézményekre is vonatkozik, intézményfelújításokra se pénzük nincs, se lehetőségük, ezért adódott az ötlet, hogy amikor a népkonyhára hivatalosan vittünk támogatást, akkor felajánlottuk, hogy a, az óvodáinkból, iskoláinkból kikerült egyébként teljesen jó állapotú ablakokat, ajtókat, ajándékozzuk oda Beregszász városának. A két település már régóta jó kapcsolatot ápol egymással, amelyet a jövőben is folytatni szeretnének. Rendszerint közösen ünneplik március 15-ét és a 60 csata emléknapját is, valamint több városi rendezvényen is részt vesznek a beregszásziak.